tájkép csata után, így jellemezte a jelenlegi helyzetet dr. Csáky András polgármester. Híradónknak az aktuális járványügyi helyzetről is nyilatkozott, elmondta, Cegléd kimaradt a járvány negatív hatásaiból. Utána néztem mind az alapellátásban, mind a kórházban összesen 405 vagy 410 úgynevezett PCR vizsgálat történt, ami a vírus genom jelenlétét tudja kimutatni. Jelen ismereteink szerint 2 darab pozitív eset történt csupán, de ez is olyan 2 darab pozitív volt, amely véletlenszerűen lett pozitív, tehát betegség tüneteit, ilyen jellegű betegség tüneteit nem mutatták az érintettek. Úgyhogy hál' Istennek a lakosság türelmének, fegyelmezettségének köszönhetően itt a különösebb járványról nem beszélhetünk, ezért is ezúton is köszönetet mondok a lakosságnak, hogy ennyire partner volt a védekezésben. Az országgyűlés kedden megszavazta a koronavírus járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Mekkora és milyen jellegű terhet róttak az önkormányzatra az elmúlt időszakban hozott kormányzati intézkedések? Erről is kérdeztük dr. Csáky Andrást. Hát nyilvánvalóan a védekezés kapcsán ugye a különböző eszközöknek a beszerzése, a munkameneteknek az átszervezése az elég nagy feladatot volt, de ebbe partnerek voltak az érintettek. Ha költségvetési szempontból akarom az egészet hát megvilágítani, akkor a jelen ismereteink szerint olyan 30-35 millió forint plusz kiadást jelentett a védekezés az önkormányzatnak. Ezt talán ősszel majd vissza lehet igényelni a kormányzattól, tehát hogy lesz egy ilyen pályázat. Jövő héten megtartja most már ülését Cegléd-város önkormányzatának képviselőtestülete is. Hogy milyen témákkal, arról is kérdeztük a polgármestert. A teljes beszélgetést mai Háttérmagazinunkban láthatják.